5 éves program indul Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a munkanélküliség és a munkaerő hiány kezelésére. A konzorcium tagjai a megyei önkormányzat, a kormányhivatal és a megyei önkormányzati hivatal foglalkoztatási paktum néven egy olyan kooperációt hozott létre, amely hatékony eszköze lehet az elvándorlás csökkentésének is. A megállapodásnak az a célja, hogy fenntartsák azt a növekedési ütemet, ami az elmúlt 3 évben jellemezte Miskolc és a térség gazdaságát. Ahhoz, hogy egy újabb növekedési ciklus indulhasson meg, tovább kell fejleszteni a gazdaságpolitikát, és továbbra is támogatni kell a vállalatok munkahelyteremtési folyamatait. A mai megállapodásunknak egyik fontos mérföldköve a mai nap, és hogy miért is. 2015. februárjában a magyar kormány megállapodást kötött az Európai Unióval a 6 operatív programnak a finanszírozására. Ebből az egyik operatív program a terület- és településfejlesztési operatív program, aminek keretén belül Magyarország 1231 milliárd forint uniós támogatást nyert. Ebből mintegy 800 milliárd forint a megyei önkormányzatok, a többi pedig a megyei jogú városoknak ad lehetőséget arra, hogy foglalkoztatási paktumot működtessenek. A mi foglalkoztatási paktumunk 2,3 milliárd forint értékben a szeptember 1-től indult egy foglalkoztatási irodával, egy paktumirodával, amit még majd egy fővel fel fogunk tölteni. A 2,3 milliárd forintból lehetőségünk van képzésre, átképzésre, illetve foglalkoztatói támogatásra. A cél az, hogy minél nagyobb legyen a foglalkoztatás Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. A mai nap is azt olvashatjuk az újságok hasábjain, hogy rengeteg ács, állványozó, burkoló, hidegburkoló, kőművesre van szüksége az iparnak és a fémiparnak is. Tehát lehetőség nyílik ezen paktum keretén belül átképzésre is, és lehetőség nyílik arra is, hogy foglalkoztatási támogatásban részesüljön egy kis és közepes vállalkozó. Ha ő bejelenti, hogy a céget bővíteni szeretné, újabb eszközöket ruház be és megfelelő humán erőforrást igényel, képzettet vagy képzés nélkülit, akkor önmagában egy 6 hónapos időtartalomra kap bér és bérjellegű támogatást, cserében neki további másik 6 hónapig még foglalkoztatnia kell ezt a munkavállalót. Demeter Ervin kormány megbízott szerint ez a paktum nagyon fontos a megyében élő közfoglalkoztatottaknak és munkanélkülieknek is, hiszen ennek a csomagnak köszönhetően visszatérhetnek a valódi munka világába, vagy új szakképesítést is szerezhetnek. A szakképzés mellett kompetencia fejlesztést és a foglalkoztatási támogatást is tartalmazza a paktum. A képzésekre 2017 elején indul a toborzás.